Vendégeim a stúdióban Vad Róbert, a Csongrád megyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottságának titkára, és Gyulai Nagy Zoltán, a Rotaract képviselője. A következő percekben nyilvánvalóan a baleset megelőzésről fogunk beszélgetni, melynek apropója egy nyári Rotaractos program, amiben azt gondolom, hogy elég sokan belefuthattak, ami a rakparton volt, egy baleseti szimuláció. Miért tartja fontosnak a Rotaract, hogy ezt minden évben megrendezze? Az autómentes nappal kapcsolatban rendeztük ezt meg, és már hagyományosnak tekinthető program. Minden évben megrendezzük, együttműködve az illetékes szervekkel, akik részt vesznek a szimulációban, és mindig a középiskolásokat szólítjuk meg elsősorban. Őket tekintjük fő célcsoportnak, a szülők, barátokat is ideértve. Mik a visszajelzések, hogy mennyire fogja meg a fiatalokat? Ugye én is évről évre végignézem ezt a rendezvényt, és nyilván felnőttként, szülőként az ember már egy kicsit másképp nézi ezt, mint diákként. Diákoknak mik a tapasztalatai, hogy mennyire rettenti el őket mondjuk például a gyorshajtástól, vagy az ittas vezetéstől, az, hogy látják ezt, hogy hová vezethet? Hát először viccesen nézik, meg nem is érinti meg őket egy első ránézése, de amikor megtörténik a baleset, a sérültek, a mentés, a hangok, stb. Tehát összességében azért megérinti őket, és a végére mindenki síri csendbe figyel, és szinte együtt érez a sérültekkel. Baleset megelőzési szempontból mennyire hatásos egy ilyen bemutató? Köszöntöm Önöket. Az igazság, hogy nekünk nagyon fontos, hogy a közlekedők minden rétegét megszólítsuk, és őket igyekszünk a saját nyelvükön megszólítani. Azért is örülünk ennek a felkérésnek már évről évre, hát már tradícióként veszünk részt ebbe a rendezvénybe, mert nyilván a közlekedőknek most azon rétegét szólítjuk meg, akiknél, hát most mondjuk ki, nem használ a szót. Tehát nyilván még egy óvodába vagy egy általános iskolába kimegyek és tartok egy előadást, nyilván fogékonyak még a dologra, de a középiskola vége fel azért mondjuk ki nem mindig használ a szót, tehát hogyha kimennék egy ilyen ruhába a papon, hogyha piros, akkor tilos, meg ne italozzál, nem biztos, hogy elérni a kellő hatást. Viszont egy olyan demonstratív rendezvényel, ahol a nézőség saját bőrén idézőjelben tapasztalatja azt, hogy egy rossz döntésnek mi lehet az ára, tehát mit okozhat egy baleset, sokkal hatékonyabb, és bizony-bizony alá tudom támasztani a tapasztalatokat. A nézőségre kitekintve a vége fele természetesen már, amikor már megállok és a levegőbe, akkor egy-két könnyes arccal is találkoztunk. Mennyire gyakoriak a fiatalok által okozott balesetek Csongrád megyében? Hát ez pozitívumként kell, hogy leszögezzem, hogy Csongrád megye nem fertőzött diszkóbalesetek szempontjából. Nyilván a diszkóbaleset ez nem feltétlenül jogi kategória. Itt sok minden negatív hatásnak kell összeállnia, hogy ez bekövetkezzen. Tehát itt most beszélünk az alkoholfogyasztásról, akkor a utasoknak a hozzáállásáról, kiabálásáról esetleg a háttérbe, a fáradtságról. És nyilván, hogyha ezek a dolgok sajnos összeállnak, akkor ott van a tragédia. Azt kell, hogy mondjam, hogy Csongrád megye nem fertőzött ebből a szempontból. Nyilván természetesen előfordul nálunk is, de azt, hogy most Szeged, akár mondhatjuk azt, hogy nyár végén, ősszelén a fesztiválok városa, vagy az, hogy tele van szórakozó helyen, ez nem feltétlenül indokolja azt, hogy nagyon sok diszkóbaleset legyen. Mire kell odafigyelni most így november elejétől kezdve a közlekedőknek, ha nem szeretnének balesetet? Bizony, jön az ősz, és hát ez egy elég összetett kérdéskör, amit két oldalról közelítenék meg. Ennek van egy emberi, illetve egy technikai oldala. Az emberi oldalról vizsgálva a kérdés, mindenképpen el kell mondani, hogy fel kell készülni arra, hogy egyik pillanatról a másikra olyan közlekedési környezettel találkozhatunk, ami jelentősen eltér a nyári vezetéstechnikától, tehát más vezetéstechnikát kell alkalmazni. Gondolok itt arra, hogy egyik pillanatról a másikra belefuthatunk ködfoltokba, nyálkás útfelületekbe, és bizony fel kell fogni ezt, fel kell érni észre, hogy óvatosabban kell hajtanunk a járművet, tehát itt néhány kulcsszó van, a tolerancia, erőlelátás, illetve az egymással szemben tanúsított megértés. Lehet, hogy összefognak hangzik, de hogyha erre a néhány apró dologra odafigyelünk, akkor ezzel komoly tragédiákat előzhetünk meg, és akkor nyilván a kérdésnek van egy technikai oldala, ami azt jelenti, hogy a járművünket fel kell készíteni az őszi, illetve majd később a téli közlekedésre, és ez holcélszerű, egyértelmű, hogy szerelőnél. De nyilván mi is átnézhetjük a legalapvetőbb dolgokat, tehát nagyon-nagyon fontos az, hogyha elindulunk, akkor meg is tudjunk állni a járművel, tehát működjön a fékberendezés, és az megbízhatóan működjön, a világító berendezéseink szintén működjenek, hosszú év használat után az izzóknak a fényereje csökkenhet, illetve ebbe az időszakban a felhordott sár, felszitált por szintén csökkentheti a láthatóságot, takarítsuk meg, illetve cseréljük ki az izzót, illetve nem kötelező, de mi erősen javasoljuk a téli gumik használatát, már plusz 7 fok alatt a
téli gumik azért jobban teljesítenek, könnyen hamarabb megállnak, és egy vészfékezés, egy baleset elkülülése esetén azért az a néhány méter is nagyon sokat jelent. Rotaract az miért választotta egyik kiemelt feladatának a baleset megelőzést? Hát tekintve, hogy fiatalokból állunk, legfőképp egyetemistákból, így kiemelt felelősséget érzünk a korosztályunkért és a felelős vezetésért. Úgy érezzük, hogy jól meg tudjuk szólítani a korosztályt, és kívánjuk is megszólítani. Mivel lehetne még megszólítani a fiatalokat? Vannak különböző rendezvényeink, amik hasonló hatást váltanak, illetve az a cél, hogy hasonló hatást váltsunk. És nyilván, mint említettem, a középiskolás, illetve a felsőoktatásban tanuló korosztály az, akit viszonylag nehezebb elérnünk, nyilván a korosztály specialitása, tehát a mentalitása miatt is, és nyilván igyekszünk minél több olyan demonstratív programot, illetve akciót szervezni, amiben őket is be tudjuk vonni. Gondolok itt különböző akciókra, tehát hogyha ősz, akkor jön az óraátállítás, tehát hosszabbak azok az órák, több órát töltünk mondjuk ki sötétbe, és nyilván nem utolsó szempont a láthatóság, az észlelhetőség. Erre szeretnénk felhívni a figyelmet olyan akcióinkkal, amelyek ezt szolgálják, tehát magyarul ellenőrzés során helyszíni bírság feljelentés helyett természetesen, amennyiben a szabályszegés tárgyisúlya lehetővé teszi, figyelmeztetés fogunk alkalmazni, és ajándékba adunk egy első meg hátsó világító berendezést. Úgy érzem, hogy elgondolkodtató dolog, illetve a közlekedőket is elgondolkodtatja, hogy na, a rendőrök nem bírságolnak, akkor lehet, hogy érdemes ezt a kérdéskört komolyan venni. Sokszor úgy érzem, hogy a prevenció hatékonyabb, mint hogyha ezt a réteget szétszankcionálnánk. Már csak azért is, mert nyilván nem véletlenül járnak ezek az emberek kerékpárral. Lehet, hogy pont azért nem tették meg azt, hogy járművel, vagy pedig sportból, de az a lényeg, hogy a prevenciónak ez az oldala, én úgy érzem, hogy hatékony. És hogy hol is tudnánk együttműködni a jövőben. Ahol az a kapocs, illetve az a lehetőségünk van, hogy fiatalokat meg tudjuk szólítani, mindenben partnerek vagyunk.